Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszakadták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az Egyesült Államokból hazatérő Vida Zoltán a Kékcápák új játékosa. Több új fiatal labdarúgót szerződtetett a kisvárdai futballcsapat. A Szombathely Crushers ellen játszik döntőt a Nyíregyháza Tigers. Új edzővel és új játékosokkal kezdte el a felkészülést a Sényői csapat. Ismét megrendezi nemzetközi tornáját a Nyíregyházi Kosárlabda Klub. Újabb játékossal bővült a Nyíregyháza Blues kerete. Az 1-es-2-es poszton bevethető, a legutóbbi szezont az Egyesült Államokba töltő Vida Zoltán egy évre kötelezte el magát a Kékcápák mellett. Az utolsó beszélgetésünkkor még beszélgettünk arról, hogy ő is visszatér hozzánk, de azóta sikerült megállapodnunk, és jövőre Zoli is a csapatunk tagjai közé tartozik, és ő is fogja erősíteni az alakulatot. Amit tudni kell róla az, hogy itt nevelkedett nálunk szintén Nyíregyházán, és nagyon örülök annak, hogy újra egy olyan játékos tér vissza hozzánk, aki nálunk nevelkedett. Az előző évet Amerikában töltötte. Reméljük, hogy sokat tanult Amerikában, és azt majd át fogja tudni adni nekünk is, és hasznos tagja lesz a csapatunknak. Milyen poszton használható játékos? Ő 1-es-2-es poszton használható, és úgy gondolom, hogy szükséges is az, hogy ezt a területet erősítsük, illetve az edzések minősége is nagyon fontos, és hogyha sokan vagyunk, akkor sokan jó szinten játszó játékosok vannak, akkor úgy gondolom, hogy komolyabb munkát tudunk végezni. Illetve egy másik tényező is nagyon fontos, amikor a tavalyi bajnokságot elkezdtük, az elején nem igazán találtuk azokat az embereket, akik a padról bevethetőek, és tudnak segíteni a csapaton. És ugye tudjuk, hogy az első 11 fordulóból 5-öt veszítettünk, viszont amikor megtaláltuk azokat az embereket, akik a padról bejövet is tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Onnantól kezdve azért kezdett kisimulni a csapat teljesítménye, és egyre jobban tudtunk játszani. Ezért is szeretnénk, hogy hosszú legyen az a rotáció, akiket be lehet küldeni a pályára. A felkészülés kezdete még egy picit odébb van, de a hétvége a kosárlabdáról fog szólni itt a Continental Arénában. Egy edző, továbbképző két nap lesz. Mit kell tudni erről a rendezvényről, ami azt hiszem itt újdonságnak számít? Mindenféleképpen újdonság, hiszen az MK-val szállt alakra jutott edző továbbképző nem volt még Nyíregyházán, és éppen ezért kreditpontokat is csak Nyíregyházától messzebb tudtak szerezni azok a szakemberek, akik szerettek volna edzőként dolgozni. Pontosan azért próbálkoztunk ennek a megszervezésével, mert örülnék annak, hogyha Nyíregyháza környékén is egyre több kosárlabda csapat szerveződne, illetve a testnevelőtanárok, edzők, akik szeretnének a kosárlabdában dolgozni, eljönnének és szereznének kreditpontokat, és így a saját területükön is próbálnák szervezni a kis csapatoktól a nagy csapatokig mindenkit. A lényeg, hogy a kosárlabdát próbálnák erősíteni. Hogy néz ki egy ilyen rendezvény felépítése? Általában ez két napos szokott lenni, reggel 9-kor kezdődik regisztráció, majd a regisztráció után jönnek az előadások. Bizonyos korosztályoknak szólnak ezek az előadások, de igazából én azt szeretném, hogyha mindenki figyelne rá. Egy picit átalakult az elmúlt időszakban a bemelegítés, picit más területre helyeződött a kondicionáló jellege is a kosárlabdának. Az egész kosárlabda a fizikumról szól, aztán csak utána jönnek a technikai dolgok, és szeretnénk, hogyha egy kicsit belelátnának az érdeklődők abba is, hogy a Blue Sharks milyen taktikával és milyen körülmények között dolgozik. Kezd csinálnak néhány nevet, kik fognak előadásokat tartani? Mindenféleképpen előadást fog tartani Pető Ákos, aki ugye az U18-as csapattal nyert bajnokságot, Siska János a csapatnak az edzője, illetve Tarnóci Zalán, aki a kondicionáló edző, és egy olyan szakember is érkezni fog hozzánk, aki Tarnóci Zalánékat képezte annak idején, illetve én is fogok egy előadást tartani mindenképpen. Most már hivatalosan elkészült a következő szezon másodosztályának csoportbeosztása, besorolása lesz egy piros és egy zöld csoport, ugye a Nyíregyháza Blue Sharks az erősebb másodosztálynak számító piros csoportban kapott helyet. Az ellenfelek ismeretében be lehet-e már lőni, hogy milyen bajnokságra számíthatunk? Én úgy gondolom, hogy ahogyan azt már korábban is említettük, vagy beszéltünk arról, sokkal erősebb lesz, mint az előző bajnokság volt. Eltűnnek azok a csapatok, akik egy kicsit gyengébb játékerőt képviselnek. És hát ugye ez az a csoport, akik küzdhetnek az NB1-ába való feljutásért, és országos területű a bajnokságunk most már, hosszú utazásokkal,
remélem, hogy kapnak egy kis ízelítőt a játékosok abból, hogy milyen az ország másik végében is játszani, illetve ami a legfontosabb, a rájátszás is ugyanúgy fog kinézni, mint ahogyan az A csoportban van, és úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen emelni fogja a minőségét, a színvonalát, és nagyon jó mérkőzések lesznek itt Nyíregyházán. Már az elmúlt szezon végén edzettél néhányszor a Nyíregyháza Búsjász csapatával, de az új felkészülés már hivatalosan is csapatjátékosaként kezded, de mit kell tudni rólad? Amerikában voltam ugye most egy teljes szezont, 7 hónapot, Floridában, Daytona Beach-en. Egy ilyen akadémián voltam, ahol azzal foglalkoztak, hogy a játékosokból a maximumot kihozni, és nagyon sok edző foglalkozott velünk, akik NBA draftra is készítenek fel játékosokat, és így a maximumot hozták ki belőlünk, rengeteget fejlődtem, rengeteg új dolgot tanultam kint, és ezt nagyon remélem, hogy itt majd tudom kamatoztatni a magyar bajnokságba is, és a magyar játékosokkal is. Hány éves egy kinek a kezei alatt ismerkedtél meg okos állapdával? Vajda Tamás keze alatt, az Apáczai Csányos gyakorlátalános iskolában, amikor elsős voltam, akkor kezdtem el a kosárlabdát. Van most már összehasonlítási alapot, mennyire más az európai kosárlabda, mint az amerikai? Lassabb egy picit, és fizikálisan gyengébb. Tehát Amerikában nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fizikum és a gyorsaság. Mi az első szezonban a célod itt Nyíregyházán, mármint az első szezonban, hogy felnőtt csapatnál töltesz? A legelső célom az, hogy minél többet játszok, és hogy megtudjam, hogy milyen a felnőtt bajnokságban játszani. Alakul a kisvárdai futballcsapat játékos kerete. A felkészülési időszakban több új labdarúgó is csatlakozott az NB2 legutóbbi bronzérmeséhez, de lesznek még további érkezők is. Nagyon jól állunk, én úgy gondolom, annak ellenére, hogy rengeteg játékos távozott a keretünkből, és időre lesz szükség nyilván az új csapatnak összeállásánál. Viszont olyan játékosok érkeztek, akik azonnal bedobhatóak, beöthetőek, ráadásul azért 3-4 játékoson kívül azok távoztak, akik kevesebb lehetőséget kaptak az elmúlt szezonban, tehát az őpótlásukat könnyebben meg tudjuk oldani. Nyilván ez az új edzőnek, a Kondás Elemérnek a feladata. 3 hete tréningeznek, én úgy látom, hogy nagyon jó a csapatnak az összhangja, nagyon jó állapotban vannak már most a játékosok. Természetesen az ilyenkor szokásos erőgyűjtés van most elsősorban napirenden, délután edzenek. Én úgy gondolom, hogy a rajta megfelelő száll, a megfelelő szerkezettel a csapat. Lesz még igazolásunk. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a kötelezően bevetendő fiatalokat, akiket a szabályzat ugye előír, és kettőnek a pályán kell lenni, a 97-es január 1 utáni született és a 98-as január 1 után születetteknél. 4-5 olyan játékosunk van már, akikre talán számíthatunk, de meg kell majd találni azt a szerkezetet, amelybe beilleszthetőek természetesen. Jönnek most sorozatban a meccsek, a héten már 2 mérkőzésen léphetnek pályára a srácok, 90 perces terheléseket fognak már kapni, egyre inkább közeledik a rajt, és ennek a folyán természetesen kell a 90 perces terhelés is, de van még hiányposztunk, azt nem tudom jelenleg megmondani, milyen erőt képvisel már ez a társaság. A játékrendszer az egész biztos változik, mert másfajta típusú labdarúgóink vannak, ugyanakkor a szemlélet, a stílus is hasonló lesz az eddigiekhez, ezt beszéltük meg, ezt kértük, ezt várjuk, és én biztos vagyok benne, most is egy erős csapata lesz a Kisvárdának. Nevesítsük az érkezőket, kik azok, akik már biztosan várdai színekben szerepelnek ősztől. A kapus poszton jelentős változások történtek. Ott az Iváncsics Alexet úgy elengedtük, úgy néz ki, hogy most a Somának is játék lehetőséget biztosítunk más csapatnál. Ezért oda igazolnunk kellett a Molnártól, mi jött a Szolnokról, a Zöldes Illés jött, ő a 98-as kategóriába tartozik a Videotontól, és még egy kárpátaljai játékos, aki tavaly a Mándok csapatában volt, a Cserepkó lesz a harmadik számú, hogy ő az egyik a három közül. A védelemben pedig szintén a fiatalok közében sorolható 98-as kinti akadémiánkon korábban már szereplő Zánkó Grisa, az egyik játékos, ide várjuk, még hétfőtől csatlakozik a Fótyik Dominik. A védelemben én úgy gondolom, hogy még a bal hátvéd poszton bevethető fiatal 97-es Puskásból igazolt Fodor Ákos lehet még a segítségünkre. Középpályán a Zoltán Szelcsút hoztuk el a Cigánról, ő még hátvéd sorba is be tud segíteni, majd a támadó sorba hoztunk játékosokat. A középpályára, a támadó részébe szintén fiatal, egy Melnyik kinti akadémiánkról jött be, a jobb támadó, jobb középpályára a már Mándokon szerepelt Vezdel nevezetű játékos, szintén a kinti akadémiánkról jött be, és a csatárposzton pedig a Lukás Rajmund, aki azonnal bevethető, és én úgy gondolom, hogy
még egy csatár, illetve még egy középpályás érkezésével a keretünk teljes lesz. Augusztus végéig lehet igazolni, sőt még utána is lehet olyan játékos, aki esetleg külföldről jön haza, tavaly ilyen volt Gosszony András, van-e tervek között, hogy esetleg egy nagy halat még a bajnokság megkezdése után kifog a Kisvárda? Tervben van, nagyon közel állunk első osztályú játékossal. Több első osztályú játékos van, aki jelentkezett és szeretne Kisvárdára jönni, de nem mindenki illik bele a stílusunkba, illetve korábban megkérdettük, hogy elsősorban a fiatalitás a cél, de természetesen egy-két idősebb rutinos labdarúgóra szükség van, hogy a fiatalokat jó útra terelje, illetve a rutinjával a nehezebb pillanatokban segíteni tudjon a csapatnak. Magyar játékosban most nem gondolkodunk, külföldiekben elsősorban, akik később talán el is adhatóaká válnak, és egy olyan csatár van most, aki nagyon nagy ereje lehet majd a támadó szekciónknak, akár a támadó középpályán, a támadó sorban is. Görögországból reméljük, hogy a klubjával meg tudunk most egyezni, és felbontja a szerződését, és akkor már jövő héten csatlakozik hozzánk. Egy korábbi szerb gókirály, aki Vojvodina területéről jön, és magyar felmenőkkel rendelkezik, vele megállapodtunk. Én úgy gondolom, még egy jó irányító középpályás elférhet, de mindent meghatároz, mondom még egyszer, hogy a két fiatalt hova tudjuk majd a csapat szerkezetén belül elhelyezni. És hát ahogy tavaly is volt valóban a Gosztonyi András, hogy most is erre várunk, hogy azok a játékosok, amikor szükülni fog már a mérkőzések száma, a kupaindulók adott esetben kiesnek, vagy már elhagyják ugye az európai kupaparondot, és a magyarok is már, a magyar csapatok keretet szűkítenek, azért onnan még lesz lehetőség labdarúgókat igazolni, ezért nem kapkodtunk, kivárunk, biztos lesz még a piacon olyan labdarúgó, akit ide tudunk a végén csábítani. Bajnoki döntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. Az elődöntőben a Szekszárd Bendonsz ellen 26-0-ra nyertek a Tigrisek. A fináléban a Szombathely Kresszősz lesz a nyíregyháziak ellenfele. Sikerült a tervet végrehajtani a fiúknak. Nagyon fegyelmezetten játszott, főleg a védelem, és nem engedtek pontokat, így a támadók azért tudtak nyugodtabban játszani, nem volt rajtunk pontkényszer, és ez a nyugalom meghozta a gyümölcsét a támadó játékban is, úgyhogy ez a 26 pont, én azt gondolom, hogy eléggé magabiztosra sikerült. Minek örülsz jobban annak, hogy 26 pontot szerzett a támadó szekció, vagy pedig, hogy nem kapott pontot a védekező osztag? Én azt gondolom, hogy a védelem az mindig megnyeri a bajnokságot, azt szokták mondani, de a meccseket mindig meg kell nyerni, azt meg a támadók csinálják, én mind a kettőnek nagyon örülök, de elsősorban én a támadókra vagyok büszke, mert nagyon fiatal állományról beszélünk, az átlag életkorunk 11 játékosnak az átlag életkor 21 év, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fiatal gárda. Következik a bajnoki finálé, olyan ellenfelet kap. Tatok a Szombathely együttes szemében, vagy hasonlóan hozzátok hibátlanul menetelt el a döntőig. Lehet azt mondani, hogy magasan a két legjobb csapat találkozik a fináléban? Két jó csapat találkozik. Én azt gondolom, nagyon szoros volt a mezőny egész szezonban. A Szombathely nagyon kemény védelemmel rendelkező csapat. 7 mérkőzésen kaptak úgy 30 pontot, hogy az utolsó meccsen, a hetediken kaptak ebből 21-et. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény az ő részükről is. A mi védelmünk 33 pontot kapott 7 meccsen, tehát körülbelül ugyanazt az erőt képviselheti a két gárda. Viszont ami a támadókat illeti, nekik 100 akárhány pont volt az egész 7 meccses átlag, nekünk 218. Tehát én azt gondolom, hogy a statisztika alapján valóban két jó csapat találkozik, de mi bízunk abban, hogy hazai rendezésű döntőben az aranyat itthon tudjuk tartani. Vasárnap lesz a mérkőzés, hány órakor kezdődik, hány órától váljátok a szurkolókat, és milyen táborra számítotok? Vasárnap 3 órától kezdődik a mérkőzés maga, de a szurkolóktól már érdemes lesz ki látogatni 2 órától, mert zenélés és kezdcsinálás már az elindult, tehát a hangulat felelősök már teszik a dolgokat. Ez egy egész délutános program lesz, és én azt számolom, hogy körülbelül olyan 5:30 magasságában lesz az éremátadás. Hát bízunk benne, hogy nagyon sokan kilátogatnak. Szeretnénk elérni azt a határt, amit a CEI döntőben 5 évvel ezelőtt, az 1000 fő, az szeretnénk, ha meg lenne. Egy picit tekintsünk túl a bajnoki döntőn, hiszen a következő szezonban a legmagasabb osztályban indul a csapat, és ha minden igaz, már megtettétek, vagy megteszitek az első lépéseket az új bajnokság irányába is.
Így van, építkezünk. Nagyon szeretnénk ezt az évet maximálisan kihasználni arra, hogy a fiataljaink lehetőséget kapjanak, minél több meccsen fejlődhessenek, és emellett pedig a háttérben próbálkozunk már olyan szerződéseket kötni, mind az edzők, mind a jövő évi játékosok vonatkozásában, ami megadja a megfelelő szakmai alapot ahhoz, hogy a jövő évünk is ilyen sikeres legyen. Ennek függvénye vagy ennek tükrében lehet akkor ezek szerint elmondani, hogy már, ha minden igaz, akkor egy amerikai edzés, két amerikai játékos is ezen a héten itt tartózkodik Nyíregyházán. Így van, már a előtárgyalásoknak és az előzetes egyeztetéseknek köszönhetően meg tudtunk állapodni egy szakemberrel, aki egy ilyen próbahetet tart nálunk. A döntőre való felkészülésben is nem csak ő, hanem két általa nagyon favorizált játékos is végigkíséri az utunkat. Úgyhogy ezen a héten ők itt vendégeskednek Nyíregyházán, semmiféle kötelezettség, tehát ezt nem állítom, hogy szerződésünk van, de egy nagyon nagy neves szakemberrel és két nagyon neves játékossal dolgozunk, ha lehet ezt így mondani. Új edzővel és 7 új játékossal kezdte el a felkészülés a Sényei futballcsapat. A Fogarasi Zoltán által irányított együttes célja, hogy harcban legyen a bajnoki címért. A múlt héten kezdtük a felkészülést, elég nagy volt a mozgás a csapat házatáján, hiszen ugye az elmúlt szezon nem úgy sikerült, ahogy ezt a vezetőség megfogalmazta, és nyilván itt a következő szezon céljai meghatározták a csapatban lévő mozgást. Annak nagyon örülünk, hogy az érkezők listáját azt majdnem teljesé tudtuk tenni, hiszen cél is volt, hogy mire elkezdjük a felkészülést, majdnem a komplett kerettel tudjunk kezdeni. Távozó igazából 3 ember volt a csapatból, ugye a Madzin Pisti, az Olá Dávid és a Jakocska Csaba, tehát igazán nem volt túl sok távozó, az érkező listán viszont 7 játékos szerepel, ez ugye tekintélyesebb létszám, itt a Gagyi Sándort említeném elsőként, akit ugye Tiszalökről, vagy illetve Nagyhalászról igazoltunk kapusposzton. Érkezett hozzánk a Barcsai Márk, Cigándról érkezett ugye hozzánk a Lakatos László, aki Nyírbátorból érkezett hozzánk. Akkor a Kállai Gábor ugye Balkányban szerepelt legutóbb, és ő is minket választott erre a szezonra. Ugyanakkor az érkezők listáját még növelte a Marics Gábor, aki ugye Baktor Loránd házáról érkezett hozzánk, a Fabó Márton legutóbb Tiszővárosban játszott, úgyhogy azt hiszem, hogy így vált teljessé, ugye, illetve hát nem utolsó sorban, természetesen Fodor András, aki ugye az NB2-es Kisvárdáról igazolt hozzánk. Ők vannak 7, akik növelték a létszámot. Nyilván nagy az elvárás velük szemben is, de nagy az elvárás a csapattal szemben is. Reméljük, hogy beváltja mindenki a hozzáfűzött reményeket. Úgy kell csapatot építeni gyakorlatilag, hogy ennyi érkező játékos, hogy közben eredménykényszer is van. Mekkora nehézség ez okoz ez? Annyiban mindenképpen, hogy az eltérő edzettségi állapotban látom a játékosok nagy többségét, hogy ez miből fakad, nem tudom. Nyilván aki magasabb osztályból jött és többet és többször edzett, azoknál talán a legkisebb a lemaradás. Akik esetleg nyári szünetet nem arra használták fel a pihenés mellett, hogy karban tartsák magukat, azoknál azért nagyobb a lemaradás. Megpróbálunk olyan optimális módszert kitalálni, hogy egy szintre kerüljön a gárda, ami eredményhez vezethet. Azt mindenképpen látni kell, hogy talán nem is mi leszünk az első 2-3 fordulóban a legfrissebb csapat, pontosan ebből kifolyólag, de mindenképpen törekszünk arra, hogy játékban egy olyan szintet üssünk meg, ami mindenképpen eredménye párosulhat. Ott van a mezőnyben egy tavaly szabajnokságot nyerő Balkány, igaz, vannak, lehetnek távozói, de mégis egyértelműen bajnoki cím az elvárás a Sényővel szemben. Nagyon hosszú a bajnokság, mivel lehet megnyerni? 30 meccs valóban nagyon hosszú, nagyon sok jó csapat van a bajnokságban. Azt gondolom, hogy lesz még egy-két csapat, amelyik
nem óckodna az esetleges bajnoki címtől, illetve az ezzel járó osztályozótól. Éppen ezért kiélezett küzdelemre számítok. Nagyon sok olyan együttest találtam mezőnyben, és ez a tavalyi bajnokság is mutatta, ahol nem lehet biztosra menni egyetlen egy mérkőzésen sem. Ugye a Balkánt leszámítva elég komoly keresztbeverések történtek az elmúlt szezonban, most is erre számítok. Ebben kell egy olyan kiegyensúlyozottságot találnunk a mi játékunkban és az eredményességünkben, ami esetleg sikerre vezethet a végelszámolásnál. Ha optimálisan összeáll minden, akkor milyen fogarasi féle csapatot szeretnél lehetni a pályán? Ugye, aki engem ismer és viszonylag vagy követi az én csapataimnak a szerepléseit, ugye az nagyjából tudja, hogy általában ugye, az én csapataim elég sok gólt rúgnak, ugye itt legutóbb a Cigándi vonal volt, hogy a teljes NB3-os mezőnyben a legtöbb gólt mi szereztük, úgyhogy itt is szeretnénk ugye egy nagyon hatékony és eredményes támadójátékot felvonultatni, és persze nyilván nem elhanyagolva a védekezés szerepét, hiszen régebben ez is jellemezte a csapataimat, hogy nagyon kevés góllal tudtuk le a bajnokságot. Bár itt a cél ugye most elég egyértelműnek tűnik, ha esetleg itt a rugott gólok számától nem olyan nagy mértékben marad el a kapott gólok száma, akkor sem nem boldogtalanok, hogyha az a végelszámolásnál úgy szól, amire mi gondolunk. Hogyan néz ki a felkészülés programja? Még ugye jobb hónap hátra van a bajnoki rajtig. Igazából 5,5 hétre terveztük a felkészülést. Ez, hogy sok kevés, vagy esetleg reális, ezt majd az idő eldönti. Alapvetően ugye megvolt az első három foglalkozásunk ugye a múlt héten, mindenképpen az állapotfelmérést mutatta. Ez a hét és a jövő hét az, ami még szintén egy picit az állapotfelmérés, de már a kondicionális képességek fejlesztése mellett már elkezdjük a csapatjáték szervezését is, hiszen még egyszer mondom, azért az időnk az nem olyan sok. Az úgynevezett negyedik hét lesz az, amikor napközis rendszerben napi két edzéssel fogunk készülni, és az 5.-6. hét pedig már, ha a Magyar Kupa megyei fordulója beindul augusztus 5-én, akkor már ott lehet felvesszük egy picit a bajnoki ritmust, de valójában az utolsó hétre tervezzük a bajnoki ritmusnak a felvételét, ahol szintén azért megfelelő edzésszámmal próbálunk készülni a megmérettetéseinkre. Hány felkészülési meccset tervezés ki? Ellen léptek előző pályára. 7 felkészülési meccs vár ránk, ebből az első a most 15-én a Kótaj csapata lesz az ellenfelünk, illetve nyilván a Magyar Kupa lehet a 8., ami így úgymond, az már tétmeccsként van úgymond betervezve, úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi meccsnek, illetve az egymás közti edzés közbeni játékoknak elég kell lenni ahhoz, hogy megfelelő képet kapjak mindenkiről, és a legoptimálisabb, legütőképesebb csapatot tudja már az első bajnoki mérkőzésre is pályára küldeni. A legutóbbi szezonban az NB2-es és Cigánban szerepeltél, most pedig a megyei első osztályú Sényűvel készülsz. Mi volt a motiváló a Sényűek megkeresésében? Elsősorban az volt a motiváló, hogy kitűzött céljaik voltak ugye a feljutása, cél a remek edzővel, ugye én dolgoztam már Fogarasi Zoltánnal, és én úgy gondolom, hogy ő is volt a döntésem alapja, hogy ide jöjjek Sényőre. Mi jelenthet kihívást ebben az osztályban, bár kimondva, kimondatlanul mindenki bajnoki címet vár a Sényőtől? Ugye a cél az a feljutás, szeretnénk ugye NB3-ba szerepelni, mert a Sényőnek régen is NB2-es, NB3-as ugye múltja van, és úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal, ezzel a remek csapattal sikerülhet. Csengeri születési játékos vagy, tehát megyebeli, mit kell tudni az eddigi pályafutásodról? Én Nyíregyházán kezdtem itt a megyébe a labdarúgást, aztán Debrecenbe kerültem, majd a Puskás Akadémiához, ahol 6 évet töltöttem, onnan videóton, ugye mentem videótonba Csákvára, és onnan kerültem a Cigánthoz. Cigándon 2 évet töltöttem, ahol NB3-ból NB2-be feljutottunk, és most a NB2-ből sajnos kiestünk, és úgy utána kerültem ide, Sényőre. Mi az erőssége szerinted, mivel tudod majd leginkább segíteni a csapatot az előttünk álló szezonban? Hát az erősségem a cselezőkészség, gyorsaság, gólérzékenység, és remélem, hogy sok gólt fogok lőni ebbe a szezonban. 4 korosztályban 5 fiúcsapat sportol a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnál. Az egyesület célja az utánpótlás nevelés.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub az egy egyesület, ahogy mondtam, 2004 óta működik, és többek között tulajdonos a Nyíregyházi Kékcápákat működtető gazdasági társaságnak is, de tevékenységünket alapvetően most az utánpótlás nevelésre korlátoztuk, és ezt is egy helyen az Eötvös József Gyakorlóáltalános Iskolába végezzük jelenleg is, és már kb. 2006 óta. Hány korosztály, hány csapat, hány edző tartozik a köteléketekbe? Összesen 4 korosztály az előkészítő, az U11-es, az U12-es és az U14-es korosztályban versenyeztetünk csapatokat. Ez az érdekes, hogy U14-ben idén 2 csapatot is indítunk, tehát a 4 korosztályból 5 csapatot versenyeztetünk, és jelen pillanatban összesen 4 edző dolgozik nálunk. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz találni kosárlabdázni vágyó fiúgyerekeket? Az Eötvös Gyakorló ugye az a város legnagyobb iskolája, hiszen 1-től 12 osztályig tanítanak, nevelnek ott gyerekeket, a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolája, és ez adja is magát, hogy a kosárlabda ott igen népszerű, hiszen a Nyíregyházi Egyetemnek is van egyébként külön kosárlabda csapata, és nagyon régóta van ott kosárlabda élet. A kosárlabda az olyan sport, amihez szerencsére az iskolában elég könnyű gyerekeket találni, tehát minden korosztályban legalább 15-20 fővel tudunk csapatokat működtetni. Az edzők nevét azért mindenképp említsük meg, és azt is, hogy milyen bajnokságban és hogyan szerepeltetek a legutóbbi szezonban. A legutóbbi szezonban országos főtáblára indultunk el, de nem jutottunk fel azok közé, a csapatok közé, akik az országos döntőt játsszák, tehát a legjobb 16 csapat közé. Regionális bajnokságban fejeztük be. Alapvetően nekünk még jelenleg nem az a célunk, hogy igazán jó eredményeket érjünk el, megpróbálunk jövőre majd egy U14-es csapattal ebben egy kicsit előrelépni. A fő cél az, hogy a gyerekek megszeressék a kosárlabdát, megszeressék a sportot, minél többen kosárlabdázzanak. Az edzők nevei: Ferenci Tamás vitte az U14-es csapatunkat szegény Zentei Levente halála után, az U12-es csapatot és az U11-es pedig Pejvás Lajos edzette. Idén annyi a változás, hogy Füzes Tamás kapcsolódik még be az edzői csapatba, és hát nekem is van egy edzői végzettségem, de én általában csak ilyen kényszerbeugró vagyok, hogyha bárkinek bármilyen elfoglaltsága van. Hosszú idő után az NKK rendezett nemzetközi fiúkosállatornát Nyíregyházán. Milyenek a visszajelzések, és milyen hozadéka lehet ennek? Nem hosszú idő után, egyáltalán nem volt eddig Nyíregyházán nemzetközi fiútánpótlás kosárlabdatorna, mi rendeztünk először. Ez egészen biztos, hiszen ennek utána néztünk, egyáltalán nem volt. Tehát ez volt az első fiú nemzetközi utánpótlás torna. Az U14-es korosztályban rendeztük meg tavaly az Eötvös kupát, amit már régóta rendezünk. Pont ezért bővítettük nemzetközivé a létszámot, és az országosan is olyan csapatokat, utánpótlás csapatokat hívtunk el, akik az NB1-ás csapatok, utánpótlás csapatai, Szolnok, Honvéd, az mondjuk pont Bécsde, a MAFC, vagy az Óbudai Kaszások, vagy most már Debrecen, akik egy minőséget képviselnek, szeretnénk ezzel a nemzetközi tornával is a minőség irányába elmozdulni. Idén szintén megrendezzük ezt 8 csapattal, terveink szerint már nem csak 2, hanem 4 külföldi csapattal. Szeretnénk ezt megrendezni. Én bízok benne, hogy ez egy olyan utánpótlás tornává növi ki magát, mint sok más hasonló Budapesten vagy Székesfehérváron, és ide is majd szeretnek járni mind a külföldi, mind a hazai csapatok. Hová nőhetik itt magát az egyesület? Alapvetően nekünk csak az utánpótlás nevelés a célunk. Ott is az U14-es korosztályig döntöttük el, hogy a gyerekeket neveljük. Innentől szeretnénk átadni az előbb már említett 2 NB1-bés, egy NB1-bés és egy NB2-es csapatnak a gyerekek további nevelését, vagy a sportcentrumnak. Erre van egy átfogó együttműködési megállapodásunk mindára említett sportszervezettel, hiszen nekünk, mondom, az a célunk, hogy szélesítsük a bázist, és ezekből 14 éves korára tehetségeseket tovább tudjuk adni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!